Jó estét kívánok! Coming out-tól a Mikulás, legalábbis a Norvég Posta legújabb karácsonyi reklámjában. De vajon hogyan és miért gyűrűzik be a liberális propaganda a keresztény alapértékek közé? Miért elpusztítandó minden, ami keresztény? A kérdés megválaszolásában a segítségérme lesz Halkó Petra, a külpolitikai szakértő, Timko Eszter színművész, Bóli Ábel, az Identitás Generáció vezetője, valamint megadja Gábor eszmetörténész. És akkor most itt jönne az, hogy lehagyjuk a reklámot, amit a Norvég Posta is leadott, vagy a Norvég Televízió is leadott, de ezt nem adjuk le, mert rá kellene tenni egy ilyen 18-as, 24-es vagy 60-as karikát, inkább 60-asat egyébként, vagy ha lehet, akkor 100-asat, hogy ne lássák. Azért mondom ezt, mert a reklám körülbelül arról szól, hogy a Mikulás becsönget egy lakásba, egy férfi nyit ajtót. Először azt mondja neki a Mikulás, hogy majd visszajövök később, mert nem tudom, valamilyen problémám van veled. Következő évben újra becsenget a férfihoz, de akkor már megjegyzi a Mikulás, hogy jól nézel ki. Majd a harmadik alkalommal ott marad egy kicsit a Mikulás, mert a norvég valamilyen cég segít neki egyébként az ajándékok széthordásában, és akkor ott tud maradni estére, és persze a kellemes Mikulás esti légyottnak a vége az, hogy még azt is bemondják, hogy 2022-ben lesz 50 esztendeje, hogy Norvégiában legálissá vált, hogy bárki azt szeresse, akit akar. Na, akkor most ezt beszéljük meg. Ne azt, hogy mi köze a Mikulásnak a homoszexualitáshoz, mert nyilván erre csak azt tudjuk mondani, hogy semmi köze nincs hozzá. De hogy miért kell több száz vagy több ezer éves hagyományokat így, hát mondjuk úgy, hogy bemocskolni, vagy felhasználni bizonyos célok érdekében, mondjuk szakrális hagyományokat például, amelyek az embereknek hát más érzéseit mozgatják meg, mintha csak egyszerűen valamilyen személy ott szerepel. Szóval miért kell ezt tenni? Pontosítsunk, tehát hangozzék el itt közöttünk is, hogy ez a két férfi, akik már nem is fiatalok, csókolóznak ebben a klipben. Ezt nagyon fontosnak tartottam, hogy biztosan hangozzék. Igen. Nekem egy kérdésem van, azt mondják, hogy most már legálisan szerethetik egymást. Nekik van valami problémájuk? Régen nem szerethette egymást két ember legálisan? Tehát, hogy van, nem tudom, üldözték őket? Vagy ilyesmi? Norvégiának az ilyen típusú múltját, azt arra nem emlékszem, de... Hát ugye klasszikust idézve, love is love, tehát hogy tényleg hogy került most a jog be ugye a szeretet közegébe, tehát nem igazán érthető azért ebben a kontextusban, de valójában arról van szó szerintem, amit az Eszter emelt ki, hogy nem nevezik nevén a dolgokat, mert ugye ha itt nevén neveznék, hogy ez itt miről szól, akkor ilyen reklám nem vetítődhetne le se Norvégiában, sem egyébként Európa más országában sem. Na, akkor hogy és bocsánat, és amit mondtad is, hogy milyen karikákkal Norvégiában ez bármilyen műsoridőben, bármilyen korosztály számára mindig megtekinthető. Ez egy óriási probléma. Még mindig furcsa, mert Norvégiában kell a legnagyobb frontot megnyitni az LMBT plusz harcosainak, nem pedig Kabulban. De a másik dolog, ugye a kérdésre válaszolva talán, hogy ugye minden hagyomány, főleg a szakrális hagyomány a társadalmat összetartó legerősebb szövétnek. Hogyha én újra akarom konstruálni ezt a társadalmat, akkor először ennek a hagyományait kell lebontanom, főleg a szakrális hagyományait, ami ugye most már egy jó pár száz éve folyik, és ennek ugye a vége az az, amit gyakorlatilag most is láttunk, hogy Norvégiában nem kell sokat menni, meg az egyik skandináv országban sem ahhoz, hogy végképp egy olyan masszát kapjunk, amivel aztán azt lehet csinálni, amit ők elképzelnek. Aztán persze, hogy a valóság néha arcul csapja őket, amikor ugye a kevert társadalmak problémái előjönnek, de egyelőre még az utolsó maradványit is le kell bontani annak a múltnak, ami megakadályozza ezt a fajta társadalom mérnökösködést. És hangsúlyozom, a gyermekek védelme sérül itt, tudnilik. Ők mindig azt mondják, hogy érzékenyíteni kell, ha egy bizonyos korban lévő gyermek, kisgyermek lát ilyet, akkor ez neki természetes lesz. Én még egyetlen olyan tanulmánnyal sem találkoztam, ahol ez bizonyított lenne, azzal viszont igen, hogy hogy rettennek meg, hogy nem tudják betenni a saját pszichikai szűrőikbe, hogy zavarja őket össze. Én azt gondolom, hogy mindenképpen harcolni kell a gyerekekért, a gyermekeinkért, mert amit te mondtál most, a massza, az agy nélküli tömeg, ugye hol kezdődik? A gyermekkorban, a gyermekkor meghatározásaiban, a gyermekkori szocializációkban. Tehát most már napnál világosabb, hogy célpont a gyermek.
Jó, akkor nézzük meg ezt a szakralitás lebontását először, aztán a gyermekeket. Mindkettőhöz bőven lehetne kapcsolni. A szakralitással kezdjük minden esetre. Tehát, hogy egy társadalomnak vannak bizonyos alapjai. Ezek az alapok, jó, hogyha a szakrális alapok is megvannak. Hambas Béla valahogy úgy fogalmaz erről, hogy a legfontosabb tudás az őskori, ő így mondja a hindu könyveket, a szentírás, az őskori szent könyvekben leírt tudás. Az a társadalom, amelyik ezektől a tudás, ettől a tudástól eltávolodik, az a társadalom megsemmisül, és csak akkor szerveződhet újra, hogyha visszatalál ehhez a tudáshoz. Vissza lehet-e találni a tudáshoz? Hát vélemény szerint igen, csak ehhez deszakralizálni kell a társadalmat. Tehát újra a legnagyobb probléma ott kezdődött, amikor az állam és az egyház szétválasztatott, hiszen innentől kezdve az államnak nem voltak olyan erkölcsi normái, amelyekhez ragaszkodnia kellett. Az más, hogy ezt már a kezdettől fogva, ugye a francia forradalom, amikor visszamegyünk, már ott megpróbálták a legfelsőbb lényhez igazítani ezt a fajta normarendszert, de talán ez a legfontosabb, hogy van egy adott tradíció, egy adott hagyomány, amelynek erkölcsi normái minden társadalomra adaptálhatóak, ahogy ezt látjuk a világ számos pontján, kultúra függetlenül, például a katolikus egyház tudta terjeszteni az evangéliumot, és mindenki hozzá tudott ehhez. Mert az őskori szentkönyvekben lévő tudás, mondja Hambas Béla egyébként, mindenhol ugyanaz, tehát ugyanaz a hinduknál, és ugyanaz mondjuk a szentírásban, vagy nagyjából ugyanaz. Hát a szentélek mindenhol elvetette az igazság magait. Milyen érdekes, második János Pál egyik levelében találtam meg, aki azt mondja, hogy nem csak a keresztény egyházakban működik a Szentlélek, hanem máshol is működik a világon a Szentlélek. Tehát nagyon megengedő ezzel. Igen. Tehát a Szentlélek alapvetően mindenkiben ott munkálkodik. Ez talán a legfontosabb. No, akkor ezt a szakrális hagyományt nézzük meg. Mi van, hogyha ez nincs? És hogy lehet újra? Én ezt annyiban árnyaltabban látom, hogy szerintem főleg a katolikus egyháznak ugye mindig is volt egy ilyen konfliktusos viszony az állammal, tehát valójában az állam, egyház, az jellemzően protestáns jelenség, nem egy katolikus jelenség, tehát hogyha akarjuk, ott van már a pápák avignoni fogsága, tehát már az is azt jelezte, hogy valami konfliktusos viszonyban van. Én viszont úgy látom, hogy a társadalom, vagy a politikai közösségek, vagy az emberek közössége az valójában mindig vallásos. Tehát akkor is, hogyha tagadják, akkor is valami, hogyha nem keresztény vallás, akkor valami más találnak. Na de most akkor ezzel azt is mondod, hogy a kommunista államban is vallásosak voltak az emberek? Hát annak a paródiája. A kommunizmus ezek ilyen zabi gyerekek, tehát a francia forradalom, abból kinőtt emberjogi gondolkodás, a liberalizmus, a szocializmus, meg az összes többi, az összes ideológia gyakorlatilag a kereszténység zabi gyereke, ami az európai kultúrkörből nőtt ki, és ezért is ilyen torz másai gyakorlatilag a kereszténységnek. Tehát, hogy említetted az francia forradalmat, ott egy a nácik elől menekülő német szerző fogalmazott úgy, hogy a francia forradalom az első komolyan vett kísérlet volt arra, hogy egy isten nélküli teokráciát csináljanak, és ez legyen a társadalmi berendezkedés lényeg, a legfelsőbb lény, vagy legfőbb lény, nem tudom, a legfelsőbb lénynek nevezték, azt hiszem. Tehát valójában mindig vallásos a társadalom, akkor is, hogyha nem vallja be magának, tehát ez az egész woke történet, hogy milyen beszédes neve van a woke-nak, tehát olyan, mintha felvilágosodás 2.0-át élnénk, az is egy vallásos irányzat. Ott is vannak tilalomfák, vannak szentségek, van az, hogy mik a hivatalos dogmák, mi az, ami nem fér bele, vannak, hát elég érdekesen, de vannak hittani kongregációk, meg szentségek, meg értelmező tekintélyek, stb. Ezek mind megvannak ezekben az irányzatokban is. Tehát amikor el akarják törölni a vallást, akkor rendre nem az történik, hogy valójában megszüntetik, és tényleg teljesen kiírtják a vallást, hanem a helyébe helyeznek egy újat. És mivel az európai vagy a nyugati embernek az agytekervényei, tehát a kulturális DNS-ünkbe annyira beleégett az, hogy keresztény viszonyrendszerben gondolkozunk, ezért annak az ilyen torz, parodisztikus másait hozzák létre. Egy kicsit közelebb hozzam ezt, amiről itt beszélgettünk, a legmulatságosabb példa az a házasság intézménye. Ezzel megnézzük, amikor ugye gyakorlatilag az állam leválasztotta a házasság szentségét az egyházról. Nem az történt, hogy csak oda mentünk és egy papírt aláírtunk, hanem most már ilyen mindenféle ilyen abszolút nevetséges, és bocsánat, ha valakit megsérdezik, ilyen bugyuta kis ilyen liturgikus elemei vannak egy polgári házasságnak, hogy ilyen homokot öntögetnek, meg gyertyákat gyújtogatnak, és ha megnézzük, ezek mind egy ilyen abszolút lecsupaszított liturgikus elemek, amelyek egyébként mondjuk egy misa során megvannak, azok sem véletlenül alakultak úgy ki, és az állam, ahogy most itt Gábor is mondta, hogy csak megpróbálta ezt, vagyis hát ez a fajta
folyamat és forradalom megpróbálta ezeket leképezni a maga módján. Nem megszüntették a házasság intézményét, hanem a saját gyermeteg bújott a vallásukat akarták erre ráhúzni. Molnár V. Jóska bácsi ez a rajzokban például úgy fogalmazta meg, hogy az ősképeket belénk írta az Isten. Ugyanazt rajzolja a pápua gyerek is, meg a New Yorki gyerek is, sokáig, amíg el nem rontják egyébként. A pápua gyereket kevésbé, a New Yorki gyereket inkább, meg nem tanítják rajzolni. És ősképeket rajzolunk. És ezek az ősképek, ezek gyógyítanak, például az Isten jelét rajzoljuk, a körkeresztet. Minden gyerek rajzolja ezt, bárhol is van a világon. Az Isten belénk írta ezt a jelet. Szóval ezzel tényleg kellene kezdenünk valamit, ami a lelkünkben van. Abszolút, abszolút egyetértek, igen, igen. Én most így inkább egy kicsit a jelenkorba kerestem párhuzamokat, hogy ugye arra a kérdésre válaszként, hogy miért is van ez az egész mozgolódás vagy folyamat, ami így zajlik körülöttünk, és Európa szerte is, és ugye az Európai Uniónak volt most nemrégiben ez a, vagy bizottságnak egészen pontosan ez a irányadó, kommunikációs narratíva irányadó dokumentum, amit most ugye időközben... Bocsánat, Petra, azt úgy nézem az órán, hogy 12 és fél perc múlva kerülne erre sor, tehát kicsit korán hozta szóba most, de beszéljünk róla. Igen, tehát hogy ugye ott abban volt egy ilyen megfogalmazva, hogy az emberek kifejezés helyett emberiséget használjanak. De most nekem ugye ez ilyen mind nyelvileg, mind tartalmilag nagyon visszás és értelmezhetetlen, hiszen az emberiség az egyébként egy gyűjtőfogalom, ilyen, ha most az emberekhez akarja viszonyítani ezt a dolgot, és igazából megint arról beszélhetünk, amit már a múltkor is így egy kicsit próbáltunk részletezni, hogy teljesen nyilvánvalóan csinálják azt a fajta elképzelést, ami arra azt a célt tűzi ki magának, hogy ez a globalista szemlélettel egy masszát hozzanak létre, vegyék ki az individuumokat, az egyéneket, a nemzeteket a képből, és egy olyan masszát hozzanak létre, aminek... hát hogy is mondjam, sokkal könnyebben, egyszerűbben lehet és tömegesen eladni bizonyos, értékesíteni bizonyos termékeket, ez pedig hát egyeneságon egy tőkés osztálynak a gondolkodásmódját reprezentálja. Egy tőkés osztály gondolkodásmódját ugye a kevesek diktatúráját teszi lehetővé a sokak fölött. Így van. Abban a pillanatban, hogyha elhagyjuk a sokszínűséget és a hagyományainkat. Én még a szakralitáshoz azért visszamennék egy kicsit. Eszter, ön színművész, tehát nyilván nagyon sokat kellett gondolkodni azon, hogy milyen az igazi művészet. Ugye van, aki azt mondja, hogy liberális, mindent feldönt az igazi művészet. Van, aki meg azt mondja, hogy nem, az igazi művészet szakrális, mindig az Isten keresi a legfőbb jót. Messziről kell indulni, igyekszem összefoglalni már, amit én adott készségi szintemen tudok erről, 25 éve a pályán működve. Mindig hanvába, holtá válik minden, ami puszta ego, ami puszta exhibicionizmuson alapul. Mindig egy önmagába harapó kígyó lesz valami izzadságszagú és szenvedéssel teli, semmiképpen nem lélek emelő, hanem lélek ejtő. Az, ami csak az ember önálló, egoista, úgymond anyagelvi szemléletére épül a művészetben. Abban a pillanatban, ha megjelenik benne az a fajta szakralitás, ami a lélek fölemelését, Istenhez emelését irányozza, ha nekem bármit kell tennem a színpadon, ha azzal a közjót szolgálom, az isteni, erkölcsi elveket, és azokat a nézőket, uram, bocsán, mert ezt is nagyon sokszor elfelejti a liberális mainstream, hogy nagyon sokszor ők saját maguknak csinálnak színházat, és a néző a legkisebb dolog, amit szempontként alapul vesznek. Mondja, a díjak? Egymásnak osztogatják természetesen, de nem akarok, nem is róluk akarok beszélni, hanem arról a szentségről, ami megjelenik egyszerre, például egy misén, hogy milyen stációkban épül föl egy mise rend, mire az Úr felmutatással az ember a feljebb valójával úgymond szimbiózis, a szerelem berép, fölajánlja neki magát, és ez ugyanígy megfigyelhető a jó színdaraboknál is, stációról stációra lehet a néző lelkét emelni. De ezt akkor is meg lehet tenni, ha én egy negatív szerepet játszom, hiszen az emberből és az ember Isten kapcsolatából indulok ki, illetve abból,
hogy tudom érthetővé, és akár egy negatív szerepnél esendővé, vagy elkerülendővé tenni ezt a példát, mutatni ezt a példát. Magyarul összegezve, ami az ember és Isten kapcsolatára, és a lélektől lélekig, vagy az Isten és az ember lelki kapcsolatára alapul, mindig hoz katarzist. Míg minden, ami ennek ellenébe megy, soha. Kimerem jelenteni ezt. Én egyébként híve vagyok a formabontásnak, csak mindig azt figyelem, hogy kik azok, akik kiakadnak rajta. Tehát az egyik ilyen az a, mondjuk a popkulturális alkotások közül a South Park, amelyik ezt a PC elitet borította ki teljesen. Most már egyébként érdekes mondanám, hogy a Family Guy-ban is hasonlóan vannak ilyen őket kiborító elemek, vagy mondjuk ott van a Mel Gibsonnak a passiója, tehát hogy azon is kiakadt bőven az elit. Tehát vannak ilyen, vagy mondjuk nem tudom, Clint Eastwood kései rendezései. A passión például miért akadt ki? Hát az állításuk szerint azért, mert hogy túlságosan naturalisztikusan mutatja be Krisztus szenvedését, tehát hogy ez volt a fedő sztori. Valójában szerintem a témája zavarja őket. Tehát egyrészt a témája zavarja őket, másrészt meg, hogy a bemutatott figurák, hogy mondjuk nem úgy mutatja be a szereplőket, hogy Júdás mégis jó fej, kajafás engedékeny, tehát hogy valami ilyen, tehát hogy nem valami ilyen, mert akkor az jó lett volna. Jézusnak gyanús kapcsolatai, fura nézetei vannak, meg ilyesmi, tehát nem ezeket, nem ilyen formában mutat, mert az biztos mindenkinek tetszett volna, hanem hogy ragaszkodott egy hagyományos értelmezéshez, és az nagyon nem tetszett. Tehát én híve, hogy sokan nézték meg. Ráadásul sokan nézték meg, pedig érdekük lett volna, hogy ezt a filmet ne lássák sokan. Szóval híve vagyok a formabontásnak, csak nem az a kérdés, hogy miért történik. Meg alapvetően én a színházhoz nem értek, de azt, amikor olvasunk ilyen nagyon régi darabokat, mint mondjuk az Antigone, tehát ezek olyan alapvető emberi dilemmákat, meg konfliktusokat mutatnak be, és hogyha, tehát benne van az is, hogy most mi az egyik oldal, mi a másik oldal, tehát ugyanúgy meg kell jelenni benne a gonosznak, és jól kell egyébként megjelenni a gonosznak is, tehát ezt a legnagyobb alkotásokban ennek is meg kell jelennie. Csak a kérdés az, hogy mit szeretnénk bemutatni, meg hogy, hogyan, tehát, hogy hogyan akarják egyébként átértelmezni. Szóval mégsem annyira gonosz, meg a jó mégsem annyira jó. És ezt is lehet egyébként jól csinálni, csak a helyzet az, hogy most már, tehát én azt látom, hogy az új, ez a PC rendőrség, ez pont, hogy szűkíti annak a határait, hogy hogyan lehet bemutatni dolgokat. Tehát az állításukkal ellentétben nem azt látom, hogy szabadabb értelmezések vannak, meg hogy tényleg érdekes felvetések vannak, hanem azt látom, hogy egyre szürkébb és egyre bugyutább. És egyre bugyutább az, ahogy ők be akarják mutatni ezeket a dilemmákat. Szürkébb és bugyutább. Petra, azt hiszem, hogy érdemes akkor arról beszélnünk, hogy ez hogy jelenik meg a mindennapokban az úgymond fejlett országokban, ezek iparilag fejlett, így értem, tehát nem szellemileg, iparilag fejlett országokban. Hát igen, sajnos ezt kell mondani, hogy igen, tehát szellemileg, és pont ez a végzetük is pont ebből adódik az, hogy nagyon sok fronton, gazdaságilag, társadalmilag, politikailag válságos helyzetet élnek meg a nyugati országok, mert pont azt tölik ki magukból, ami egyébként nagyon sokáig, annak ellenére, hogy földrajzilag vagy népességileg nem feltétlen a nyugati világ volt élen, ha most így egy globális szintet nézünk, az adta neki az előnyét, hogy szellemileg pesgett a tudományos élete, a szellemi pesgése nagyon-nagyon intenzív és aktív volt. Pont ez az, amit most visszaszorítanak, és ez az, amiből adódóan nem tudnak egyszerűen akklimatizálódni, hogy így fogalmazzak a jelenlegi globális folyamatok közepette, ezért élnek meg válságukat. Viszont reflektálva erre is, amit a Gábor említett, hogy ugye a politikai korrektség és mi egymás hogy jelenik meg, hát az a helyzet, hogy szerintem ez már nem csak megjelenítés szintjén folyik, tehát nem csak arról beszélhetünk, hogy a gondolat nyilvánításnak vagy a szólás szabadság nyilválódik meg, és válik egyre szűkítettebbé, hanem maga a gondolkodásnak a lehetősége, a folyamatát akarják beszűkíteni. Tehát itt már meg akarják mondani az embereknek, hogy mit és hogyan gondoljanak. Nem csak úgy, hogy hogyan mutatják ezt be nekik, hanem be akar ivódni nevelésbe, az oktatásba, és ugye pont ebből adódik a művészetbe, pont ebből adódik az, hogy amit szintén az elmúlt adásban is említettünk, hogy nagyon aktívan és intenzíven akarják ezeket a
ezeket a gondolatokat igazából beszivárogtatni az embereknek a mindennapjaiba, és ezáltal befolyásolni őket gondolkodásilag is, nem csak képileg vagy megjelenésileg. Azt meg tudjuk fogalmazni, hogy úgy fogalmazott, hogy szellemileg pezsgő Európa. Ez mondjuk ugye a 14.-15. századtól biztosan így volt, egy szellemileg pezsgő közeg. Milyen volt ez a közeg? Mi volt ennek a közegnek az alapja? Ezt meg tudjuk fogalmazni, mert akkor ott van valami, megtaláltunk valami lényeget. Hát ez egy keresztény Európa. Persze, volt. Hát az építkezésnek a lényege az, hogy valami felé törekedtek, tehát azért a nem tudom, a Sixtusi kápolnának a homlokzat, vagy a festményei, vagy a nagy katedrálisok, azok nem azért épültek, mert emberek öntetszelegni akartak, mint ezek az önmegvalósító művészek, hanem valami csodálatos nagyságot akartak emelni az Istennek, és azért látszik is az, hogy mi történik akkor, hogyha valami ilyesmi felé törekednek, meg mi történik akkor, hogyha öntetszelegni akarnak, hát ez az ócska bóvli lesz a végeredménye. De figyelj, ez már Arisztotelész megfogalmazta, hogy a művészet, hogyha nem önmagán túlmutató, akkor semmi. Hát csak ezt elfelejtettük. Ja, bocsánat. Tehát a helyzet tényleg az, hogy az ember összehasonlítja mondjuk azt, hogy a sötét középkor milyen épületeket hozott létre, meg milyen civilizációt hozott létre, teszem hozzá, a tudományt hozta létre, mert mindig ezt szokták mondani. De a sötétet idézőjelben mondom. Hát maximálisan idézőjelben, ugyanis az a, tehát ma amiről az, hogy egyetemek, meg tudomány, hát ez a kereszténység nélkül nem jöhetett volna létre, az egészet az motivált, hogy itt van Isten világa, és ugye hát nem más valláshoz tartozunk, tehát ezt érdemes megismerni minél jobban, érdemes ezt minél jobban felfedezni. A tudomány fejlődése, az építészet fejlődése, a kultúra fejlődése, az mind annak köszönhető, hogy Európa keresztény volt. Most hasonlítsuk össze azt, amit a sötét középkor felépített, azzal, amit mondjuk a kommunisták építettek, ezeket a betonkockákat. Tehát ez nagyon jól jelzi azt, hogy a kettő világ az hol különbözik egymástól. A művészetnek talán dolga a teremtett világ és az Úr közötti kapcsolatnak a megmutatására, és ezért nagyon örülök, hogy a katedrálisokat itt felhoztuk, mert ott is, hogyha megnézzünk egy modern templomot, katedrálist, ahova én akkor teszem be alám, hogyha nagyon muszáj, vagy egy gyönyörű gótikus épületet, akkor ott látszik az, vagy egy barokkot is akár, hogy ott a teremtett világ az a legtöbbször a növények leképezésében, kifaragásában, vagy egyáltalán úgy, hogy az isteni világnak egyfajta sűrített kiadását szolgált, hogy ezzel is mutassa azt az embernek, a sokszor már természetből kiszakadt városi polgárnak, hogy nézd, milyen csodálatosat alkotott az Úr. És ezért nagyon fontos feladat a művészetnek, hogy ezt a hidat leképezze, hiszen egyébként a művészet szabadsága szerintem nem a szabadság művészete. Hú, most az a helyzet, hogy egy új beszélgetés kellene kezdeni, de egyszer még megtesszük, például a zenéről, mert most, ahogy említette a katedrálisokat, nekem a zene jutott eszembe, hogy hát az sem mindegy, hogy milyen zene szól egy templomban például. Tehát van ugye szakrális zene, ott a minden hangnak a helyén kell lennie, hiszen az megpendít bennünk valamit, és hogyha nem azt pendíti meg, ami ahhoz a hangulathoz illik, akkor az el van rontva. Hát, és igen. Most meg már ugye bárki... Hát van a polbeat, szóval igen. A gitárosom Misiken érzett szenvedésemet felajánlom ellenségém szenvedésére. Csatlakozom. Jó, itt biztos lennének ellenvélemények. Nyugodtan lehetnek. No, de akkor nézzük meg azt, amit az előbb Eszter mondott. Mert hogy a gyerekekről volt szó. Ugye egy gyermeknek a szexuális fejlődése, most így mondjuk, hogy gyermek, de hát ifjúkorban fejeződik be 20 éves korban. Tehát amikor mondjuk a norvég televízióban leadják ezt a reklámot, amiről beszéltünk a műsor elején, úgy, hogy 6 évesek is láthatják, akkor belenyúlnak valami olyanba, amiben még nagyon nem kellene ilyen óvatatlan kézzel belenyúlni. Tehát erről azért kellene egy kicsit beszélnünk, mert most úgy látszik, ugye most nem átalakító műtétek és egyebek vannak, amik hozzáférhetők most már, ugye ez így van? Abszolút, igen. Én egyébként azt hittem, időnként azt hittem, hogy ilyen viccfilmben vagyok, de hát ezek szerint nem, kicsit, ez a valóság, ugye, amit itt látunk és olvasunk. Hát Nyugat-Európában már egyébként nem most, de évtizedekre visszamenőleg látható az, hogy ezek a fajta politikai, társadalmi megmozdulások folyamatosan tágították a jogi rendszert is, és egyre inkább engedték be ezeket a gondolatokat írott jogi formában, és amelyekhez eddig azt szolgálták volna, hogy megőrizzenek egy adott erkölcsi rendszert is, és védelmet nyújtsanak az olyanok számára, mint például a fiatalok és a gyermekek, akik nincsenek még olyan döntés, vagy olyan helyzetben, hogy egyáltalán fel tudják mérni azt, hogy mi veszi őket körül. Akkor ezt jogi szempontból kell néznünk, erkölcsi szempontból, szakrális szempontból. Is. Hogy lehet ezt rendben? Ezek nem elválaszthatóak, talán ez a kulcs, hiszen most a közerkölcs képezi a jogot, és igen, meg egy örök erkölcs
ből fakadt a jog, ugye akár a természetjogot, ha nézzük. És ez, hogy felbomlik, innentől kezdve gyakorlatilag mi fogja megakadályozni azt, hogyha vannak társadalom ellenes elemek, mint például egy olyanok, aki egy ilyen Mikulás, homoszexuális Mikulásról készült reklámfilmet akarnak levetíteni a köznek, akkor nem lesz senki, aki megakadályozza, hogyha elvész ez a folytonosság. Alapul kell venni, hogy amikor az ember fejlődik az anyaméhben, mennyire kiszolgáltatott, megszületik, másfél-két évig teljesen alkalmatlan az önellátásra. Tehát érdekes, mert itt pontosan a fejlődési stádiumokat zanzásítják, és jelen pillanatban ott tartunk, hogy egy 3-4 éves gyermek esetleg jogilag dönthet arról, hogy ő nem átalakító műtéten essen keresztül. Tehát amikor majd eljön az a 18-20 éves kor, amikor már valódi identitási alapjai vannak, és ő tud dönteni. Múltkor egy pszichológussal ültünk itt a stúdióban, azt mondta, hogy hát ez 23-4, szóval valahogy így van vége ennek a folyamatnak. Én úgy tudom, Amerikában is magasabb, mint 21. Tehát nem állhatunk ezelőtt a helyzet előtt úgy, hogy teljesen mindegy, majd a gyermek eldönti, meg majd jól kezeli. Hát korszakok vannak, fejlődési szintek vannak, védtelenek a gyermekek ez ügyben, a lelkük védtelen. Mindennek megvan a maga ideje szerintem, nem tudom, 3-4-5-6 éves gyerekeknek ezekről információt, maximum összezavarni tudja a gyerekeket, tehát nem is értik, hogy miről van szó, ugyanis nem foglalkoznak abban az időben ezzel. Tehát az nem azért, nem véletlenül van, nem tudom, pubertás kor, meg ifjúkor, meg stb., hogy a biológiai fejlődés valamiképpen együtt létezik, vagy történik ugye a szellemi fejlődéssel, tehát már bocsánat, de ma aztán tényleg nem lehet azt kikerülni, tehát főleg egy kamasznak, hogy ne találkozzon azzal, hogy másfajta identitások is vannak, mert úgyis rácsavarodik a Netflixre, ott meg aztán nem tudja kikerülni ezt a dolgot, de ha ez nincs, akkor is az ember mondjuk így nagyjából valamikor gimnázium folyamán így vagy úgy személyesen is találkozik ilyen emberekkel, tudja, tisztában van vele, hogy van ilyen, tehát ezeket a dolgokat a megfelelő időben, a megfelelő módon tudja kezelni, meg tudja értelmezni. Annak megvan az ideje. Ezekkel a dolgokkal nem az a probléma, tehát most hiába mondják azt, hogy ha valaki ezt bírálja, akkor az homofóbia. Ezekkel a dolgokkal azért van probléma, mert nem a megfelelő időben, és igenis mindennek megvan a megfelelő ideje, hogy mikor jusson el ez az információ valakihez. A természetes módja annak, hogy ez eljusson. Az emberek beszélgetnek egymással, a 6 évesek is beszélgetnek egymással, meg a 15 évesek is, csak más témákról. A társas kapcsolatokban ez tökéletesen beleivódik, és a szocializációinkba is. Ez egy nettó, brutális erőszak. És a gyermek számára mindig nagyon fontos a példakép, és ezeket kezdték el lerombolni, és az, hogy egy Mikulás lerombolnak, hát pedig micsoda Szent Miklós, micsoda példakép lehetne, ugye, aki Áriuszt is ugye a zsinaton felpofozta, miután egy teológiai vitába keveredtek, meg egy nagyon karakteres és minden mellett egy borzasztó, jó lelkű ember volt, ami valóban a gyermek épülését szolgálhatna. Ha ezt lebontják, akkor majd úgy faragja a gyermek lelkét, ahogy azt akarja. Na, hát akkor itt jutottunk el, akkor, hogy miért kell leépíteni? Ugye azt mondtuk, hogy szellemileg pezsgő Európa, ez a kereszténységen alapult, amikor az Isten felé törekedtek tudással, művészettel és mindenféle mással is az emberek. Miért kell ezt lerombolni? Hiszen ennek a terméke ez a mai Európa, ha úgy tetszik. Hát így van, én itt lényegében visszautalnék arra, amit előzőleg 12,5 perccel ezelőtt említettem, hogy... Jó, rendben, most már jöhet. Hogy emögött szerintem egy nagyobb évű folyamat van, amit kifejezetten az a szűk tőkés osztály, hogy is mondjam, irányít vagy vezérel, akiknek nyilvánvalóan profit és egyéb érdekei, gazdasági pénzügyi érdekei fűződik ahhoz, hogy ezeket a folyamatokat minél intenzívebben éljék meg a mindennapi emberek. Mert mi az akadály, ugye bennünk a szakralitás az akadály, a világban szervezetileg pedig a nemzetállamok és az egyház, mert az még közösséget nyújt? Így van. Tehát pontosan ezeket a kis egységeket szeretnének lerombolni, és az egységeknek az alappilléreit, ami közösségé formálja, egyénné, egyedivé formálja őket, ezeket az alappilléreket szeretnék lerombolni. Mert hát ez egy leegyszerűsített példában is egy vállalatnak a vezetőjének, nyilván egy nagy vállalatnak, egy multinacionalis cégnek az a célja,
nyilván profitorientált módon, hogy minél többet, minél nagyobb számban, minél nagyobb áron tudjon értékesíteni. Ehhez hát most egy egyszerűbb, hát nem egyszerűbb, ezt így nem mondanám, de egy csavart megoldást találtak most itt a globális szinten, hát akkor a fogyasztókat kezdjük el formálni. Végülis az egy talán kevésbé látható módja, mert már nem tudják azt kitalálni, főleg nem, ha sok színűek az emberek, hogy most éppen ki mire vágyik, milyen telefont szeret. Tehát egy ponton lehet ezt a folyamatot követni, hogy eljutottunk az ilyen telefonok, a vezetékes telefonra, a mobiltelefonból az okostelefon, stb. Tehát, hogy vannak ezek a kis lépcsőfokok, de azért egyszer, hogyha az egyén elveszik ebből, akkor ezt végül is lehetne egy ilyen sablonná alakítani, egy standard kis formává, ami nekik meg leegyszerűsíti az egész termelési, illetve értékesítési folyamatot. Van a mondás, hogy oszd meg és uralkodj, és ez érdekes módon, nagyon szürreális, de ez a homogenizálj és uralkodj világa most, és visszatérve... De ez végül is a megosztás tulajdonképpen, mert szétszednek bennünket elemekre, tehát egyes egyének vannak, és gyengék nekünk, a közösségeink nyújtanak védelmet, mondjuk a multinacionális cégekkel, vagy ezzel az egész világgal szemben. Mondjuk a nemzetállam, az egyház és a család, igen, ez is elég fontos. A társadalmat, ahogy itt említések jöttek, az egyházi közösség nagyon fontos alkotóeleme volt. Azzal, hogy ezt elvették a hitünket, vagy megbontották, akár ugye a különböző egyházi mozgalmak keretében, azzal a társadalom elkezdett először két részre szakadni, majd ezek további részekre szakadtak, utána pedig nyilván megdőlt a királyhatalom, ami addig nemzeteket és a felekezettől függetlenül tartott össze birodalmakat. Felelősséggel. Például az osztrák-magyar monarchiát, így van. Onnantól kezdve maradtak a még kisebb közösségek, például a politikai közösség, azokat is teljesen felszámolták, maradt a család, most már azzal, hogy anya-apát megkérdezzük, a család is felszámoltatik, és hogyha egyébként aztán a gyermeknek vesszük el, mert már a nemi identitását is, akkor már az erős egyénekre sem igazán lesz potenciálja egy nemzetnek, hogy kialakuljon és azt megmentse. Plankton társadalom. Abszolút, és ráadásul egyébként konkrétan kutatások, tehát empirikus tapasztalatok, kutatások mutatnak rá arra, hogy minél inkább nagyobb hívben, nagyobb közösségben, népességben, területen folyik ez az egész. Ezt mondjuk én speciál egy multikulturális társadalmaknak a vizsgálata során olvastam, annál inkább bizalmatlanok lesznek a társadalomnak a tagjai, és ez feszültségeket fogja, tehát pont ellentétes az egész folyamat valahol, pont egy paradox helyzetet teremt, tehát a massza az lehet, hogy valahol létre fog jönni egy gazdasági, pénzügyi, egy terméknek a szempontjából, de a masszán belül nagyon komoly feszültségek fognak generálódni. Az a helyzet, hogy normális esetben ugye sokféle tekintély van. Kimondtad, hogy normális. Normális, kimondtam, én el vagyok kapva. Normális esetben sokféle tekintély és tudás van. És egy ember a sokféle tekintélyhez meg tudáshoz fér hozzá, tehát van egyrészt ott a családja, akkor ők tanítják valamire, van az iskola, azt tanítja valamire, akkor van mondjuk a papja, az mondja neki valamit, tehát rengetegféle tudást szív magába, aztán persze mindenki eldönti, hogy most akkor ő melyiket veszi komolyan, melyiket nem, de minden esetre sok forrásból jön. Onnantól kezdve, hogy megfosztjuk őket attól, hogy ez a sok forrásból jövő tudáshoz jussanak hozzá, és akkor minden információhoz meg tudáshoz a Facebookról, meg a Netflixről jussanak hozzá, az egy olyan manipulációs hatalom, amelyen keresztül aztán azt adnak el neki, amit csak akarnak. Tehát amikor itt volt valamelyik nyáron egy üdítőgyártó cég, megpróbált egy ilyen LMBTQ párti kampányt folytatni, hát a fene veszi azt komolyan, hogy ott ül ennek a cégnek a vezérigazgató, és azt mondja, hogy gyerekek, én nekem ez szívügyem. De tényleg nekem ez nagyon fontos, hogy a cégnek, eddig nem tudom, sok milliárd dollárt kerestünk, de nekem most az a fontos, hogy ezt az ügyet képviseljük. Hadd szúrjam közben az akciónkat, szabad ne feled, kérlek, amikor az identitás generációval újra matricáztuk ezeket a plakátokat, hogy money is money, and lobby is lobby. Tehát itt még véletlenül sem arról van szó, hogy amúgy a mi műanyag palackainkkal vannak tele az óceánok, és arról ne beszéljünk, mert ez a cég, ez azért létezik, hogy ilyen fontos ügyek mellett kell. Tehát ez egy paródia, ez senki nem veszi komolyan. Ezeknek a hatalmas cégeknek, ezek termékek, amiket eladnak, amiket megpróbálnak jó sok pénzért lenyomni az emberek torkán, és minél inkább megfosztjuk az embereket, tehát minél inkább sikerül elvágni őket a hagyományos tudásoktól, meg a tekintélyektől, annál könnyebb ezeket eladni.
Most persze nagyon csábító lenne, hogy tovább menjünk mondjuk olyan irányba, hogy mi az igazi lázadás a mai világban. Néha már a klasszikus, a konzervatív, a liberális is, de nem akarok ebből. Jó, szóval csábító minden esetre, hogy elmenjünk erre, de inkább beszélünk arra, amit Petra az előbb már említett, hogy kijött az Európai Unió bizottságának egy kommunikációs stratégiája. Visszavonták egyébként elég gyorsan, mert hát nagy hullámokat keltett, de azért visszavonás... léptek, igen, majd, A visszavonás pontosan csak azt jelentette, hogy most egy kicsit még dolgoznak rajta. A karácsony szó helyett az ünnep, az mindenképpen jó lenne, ilyeneket írnak, aztán nem kéne himnemben fogalmazni úgy általában, hanem ennél rétegzettebben kellene, aztán a Mária helyett jó lenne, nem mindig Máriát emlegetnénk, hanem jó lenne Mália és más nevek is. Szóval megint csak arról van szó, hogy valahogy próbáljuk a világunkat egy kicsit egyszínűbbé tenni. Ennek a hátterében most mi van már megint, mondhatnánk így? Ugyanaz, mint amiről eddig beszéltünk. Hát, tanuljanak meg magyarul, az gender sem egyébként meg, csak új kenyér ünnepel. Igen, egyébként egy pillanatra ünnepeljük meg őseinket. Mert hogy a magyar nyelv tényleg gender semleges, tehát itt nincs nőnek, nincs semleges, nem. Mi nagyon... Németeknek nehéz dolguk lesz, de nekünk kevésbé. Igen. Egyébként egy magyar újságíró éppen ezt mondta, hogy valahol olvastam egy cikkét, hogy visszakapott egy német politikustól egy kijavított kéziratot, és akkor kijavították, ilyen megcsillagozták, hogy ne csak a himnem, ne csak himnemben fogalmazzon, hanem nőnemben is fogalmazzon a cikkben. Tehát, hogy gendercsillagokat tettek mellé. Az egész nyelvtanúkat ki, vagy a nyelv? Igen, ő meg visszaírt nekik, hogy bocs, ez a magyar nyelvben egyáltalán nem létezik. Tehát ez a probléma nem tudjuk, miről beszél, igen. Nem tudjuk, miről beszél. Igen. Egyébként ezen kísértetésen emlékeztet az új kenyér ünnepére, meg a télapó ünnepére, ugye a Mikulás, ha már aktuálisak akarok. A nyelvpolitikai behatás az mindig talán az egyik legfontosabb egy politikai agendának, egy hatalomnak ahhoz, hogy mindent kontrollálni tudjon. Hát abszolút, tehát én ugyanezt látom, hogy hát ez a nyugati világ, ez talán pont Ábellel egy közös műsorban beszéltük már. Hogy... Petra, ön hova járt iskolába egyébként? Én külföldön tanultam ösztöndíjak által, én 2 évig éltem Franciaországban, utána 1 évet Németországban és 1 évet Londonban. Úgyhogy én a nyugati világ... Mondjál, amit most akar, aztán utána erről kérdezem. arra akartam rávilágítani, hogy valójában ugye a nyugati világ nem élte át a kommunizmust, a szocializmust, de nagyon jó táptalajt biztosított arra, hogy ott most újjá legyen. Tehát az, ami most itt zajlik nyugaton, az lényegében egy szimmetrikus tükörképe annak, ami korábban zajlott keleten, és korábban érkezett keletről fenyegetésként, az most ugyanúgy jelenik meg a nyugati világban. Pontosan ugyanazokkal az eszközökkel, politikai eszközökkel, ugyanazok a folyamatok, csak egy kicsit más csomagolásban, hogy így fogalmazzak. Kik a szövetségeseik? Hát ezek a hasznos idióták, de valójában szerintem itt arról van szó, hogy ez az Európai Unió intézményei részéről ez egy ilyen pótcselekvés, amit egyre nagyobb agresszióval képviselnek, pont azért, mert az Európai Unió nincs, és egyre kevésbé van versenyben a világ nagyhatalmaival. Tehát hogyha megnézzük az Egyesült Államokat, meg Kínát, meg Indiát, akkor hol van Európa high-tech iparban, hol van mondjuk hadiiparban, vagy katonaságban, hol van a gazdaságban, ezekben gyakorlatilag nem szereplő. Tehát ugye most az utolsó dolgot is kinyifantják, ami még értékelhető volt, mondjuk a német autóipar, azt a németek szépen tönkreteszik. És akkor maradna egy dolog, ugye ez az, hogy mi európaiak vagyunk, és akkor vannak nagyon szép katedrálisaink, meg vannak nagyon jó nyaralóhelyeink, most ez az utolsó, amit tönkre kell tenni, tehát ez se legyen, és ki kell alakítani egy újat. Tehát most megint nem arról beszélnek az európai vezetők egyébként, hogy hogyan lehetne ténylegesen erősebb Európa, hogy miben kellene jobbnak lennünk, mondjuk ezeken a frontokon, hogy felvegyük a versenyt a többi nagyhatalommal. Nem vezessük be a gendersemleges nyelvet, meg ezt a tényleg ilyen abszurdig menő új beszélt. Beszélhetünk arról csak egy mondat erejéig, hogy ebben a klubban nekünk biztosan, hogy benne kell lennünk? Most én legyek az első? Vagy? Hát, nem tudom. Tényleg, egyszerűen felmerül a kérdésben. Én abmondó vagyok, hogy... Ugye egy független, szuverén Magyarországról beszélünk, ez nekünk fontos. Amíg, tehát addig maradjunk, amíg érdekünk fűződik hozzá, mert az összes többi az csak rizsa. Tehát egyébként a norvégok jövőre 50. évfordulóját ünneplik annak is, hogy 54%-kal a népszavazáson elutasították az EU-hoz való csatlakozásukat, csak mondom. Ezeket az irányelveket dupla évfordulót fognak ünnepelni. Arra majd csinálnak egy másik reklámot, nem tudom, ki lesz benne. Azon
Az a helyzet, hogy abban az esetben, bár lehet, hogy ez nem tartozik most ehhez a tematikához, abban az esetben, hogyha erőltetik ezt az új Brezsnyev doktrinát, akkor semmi esetre sem. Jó, hát mindegy, erről majd érdemes részletesebben beszélni. Ezt abban az aspektusban kell nézni, hogy amíg van nekünk V4-ek, amíg vannak olyan lehetőségeink az elkövetkezőkben, talán Szijjártó Péter beszélt erről nemrég, hogy milyen tervek vannak, milyen egység kovácsolódik itt, és mindenképpen érdemes ezeket az orientációkat megnézni. Természetesen én most szívem szerint ösztönlényként azt mondom, azonnal ki az ostobák közül, de tény is valahogy nem lehetünk saját ellenségeink, sem így, sem úgy, hogy az egyenlőségét hirdető Európai Unióban mindig ott van, hát ismerjük azt a dolgot, hogy mindenki egyenlő, kivéve egy kicsit egyenlőbb az LMBTQ. De pont, tehát erről van szó. Pontosan ebben a dokumentumban is ugye valahogy úgy fogalmaznak, hogy hasonló elismerés. Ugye itt legutóbb beszélgettünk a egyenlő végeredmény garanciájáról, tehát hogy elismerés, és tisztelet járjon nemtől, kortól, szexuális orientáció, vallást, stb. Mindent a főkkel, kiemelt figyelemmel az LMBTQ közösségekre. Tehát kivéve a gyevi bíró. Innentől nekem értelmezhetetlen a mondatnak az első fele, vagy tehát, hogy ez így nem tud egy értelmezhető mondattá alakulni, főleg nem ez egy jogi, politikai dokumentumnak szánták, tehát hogy ezt nem lehet komolyan venni innentől kezdve. Tehát, vagy pedig megint arra lyukadunk ki, hogy most már nagyon-nagyon nyíltan csinálják azt, amit talán még ő maguk számára sem akarnak beismerni. Az EU azért tényleg nincs, mert egy gondolatot még, ha ezt hozzáfűzhetek, persze, hogy amíg nincs alternatíva, addig sajnos nem tudunk mit csinálni, mert itt vagyunk beékelődve két viszonylag ellenséges birodalom közül, hogy az egyik a, hát most Brüsszel vagy Berlin a központja, az nehéz megmondani, a másiknak meg Moszkva. Na most amíg a V4 nem elég erős ahhoz, hogy egy önálló pólus tudjon képezni, addig szerintem megfontolatlanság, viszont ahhoz meg Lengyelországnak meg kéne szűnnie Amerika előretolt helyőrségének lenni, és akkor talán majd ez a közép-európai régió ki tudna esetleg lépni, aminek én nagyon örülnék egy visegrádi 4 kilépésnek, viszont amíg még Amerika bábjaként működik sok esetben Lengyelország, addig ez nagyon nehéz lesz megtenni. Én csak egy rövid mondat, egy angol úriember bölcsességét ilyen szempontból tegyük magunkével az Európai Unió vonatkozásával, tehát Magyarországnak nincsenek barátai, csak érdekei ebben a szempontból, tehát maradjunk. Ezt Palmerston mondta valamikor az 1840-es években, de egyébként ő azt hiszem akkor nem állt ki mellettünk 1848-ban, 1848-ban. Attól sajnos, még meg kell fogadni a jó tanácsokat. De igen, szóval érdekeink vannak, és akkor nézzük meg mindig az érdekeinket. Most már lassanként a befizetésünk az körül egyensúlyban lesz azzal, amit kapunk, úgyhogy ilyen anyagi, például ilyen típusú problémák. Meg vannak nincs. Más, nyilván vannak, van egy csomó előnye egyébként a tagságnak, de hogyha ezen az úton megy tovább az Európai Unió, hogy a teljesítmény hiányát a szimbolikus politika egyre agresszívabb képviseletével, meg a Brezsnyev doktrina kiterjesztésével próbálja elérni, akkor viszont már meg kell fontolni. Na, mitől sokszínű a világ, azt beszéljük még meg. Mitől sokszínű a világ, és hogy ez, ugye ez a sokszínűség jegyében teszik meg ezeket a dolgokat, de valójában azt látom, hogy ez nem sokszínű, hanem összekevertük a színeket, és lassanként szürke lesz minden, ha így folytatjuk. Tehát azért a sokszínű világ az valamikor akkor volt, amikor elment az ember az egyik faluba, és más táncokat és más kultúrát talált, mint a másikban. Ez igen, igazán sokszínű volt. Most még ezt tartjuk így nemzetállami szinten valamennyire. Hát abszolút, tehát hogy pontosan erről beszéltünk itt korábban is, hogy ezeknek az egyediségeknek a létezését akarják megszüntetni igazából, ezeket a különleges egyedi ellenvonásokat vonják minden szinten, családi szinten, egy közösség szintjén, egy társaság, egy nemzetállam szintjén, és lépegethetünk ilyen-olyan halmazokba, de ezt szeretnék ugye kivonni most itt a képletből, és hát ez egy zavart fog kelteni, tehát bizonyos értelemben, ugye előbb is utaltam rá, egy massza összeállhat, de az egy nagyon zavaros, nagyon feszültségekkel teli massza lesz, és egyébként pontosan azt veszíti el ezáltal a társadalom, vagy ezek a
közösségek, társadalmak vagy egységek, amit ők elvileg olyan nagyon hirdetnek hangosan, a nagy lelkűséget, a jó indulatot egymás iránt, a nyitottságot és a szolidaritást. Tehát pontosan ezeket az értékeket fogja visszaszorítani ez a fajta hozzáállás, mert egyszerűen elő fognak törni azok a frusztrációk, iszonyatos túlpesgés, ami robbanásokat fog eredményezni, nem pedig békességet. Igen. Hát nekem erről mindig az jut eszembe, amikor összerakták ezt a Facebook oversight boardot, ugye, hogy saját magukat ellenőrizzék, csak kiszervezzék a saját maguk ellenőrzését, és akkor azt mondták, hogy ez egy csodálatosan sokszínű szervezet ez az oversight board, mert van benne afrikai, vagy legalábbis fekete, ázsiai, indiai, európai, észak-amerikai, de cserébe mindegyik ugyanazt gondolja. Tehát nagyjából szerintem a sokszínűség doktrinája az ma így néz ki, hogy egy ilyen zacskó M&M's, amiben nagyon sokféle szín van, de mindegyiknek ugyanolyan íze van. Tehát a lényege az, hogy nagyon szeretjük azt, hogyha egy ránézéssel marha nagy sokszínűség látszódik, de mindenki ugyanazt gondolja. Tehát ez ma a sokszínűségi doktrina. És a világban ugye úgy fogalmazott Petra, hogy a tőkés osztálynak, tehát akik a nagy multicégeket a kezükben tartják, azoknak érdeke az, hogy ilyen masszát képezzenek ki a világban. Ez egységes ebben ez az osztály? Vagy azért vannak olyanok, akik ezt nem szeretnék? Vagy ez tulajdonképpen irreleváns kérdés, mert a pénz beszél? Hát egyelőre inkább az utóbbit lehet látni egy tendencia szintjén, de hát nyilván az a szűk, bár ez egy nagyon szűk réteg, de hát azon belül is van több fonal, ami ott megy, több fajta személyek vagy érdekek húzódnak ott, tehát nyilván ott is zajlik egyfajta rivalizáció és verseny, amit szerint próbálják hangolni ezeket a folyamatokat, de hát azért ez egy szűk réteg, és valójában egyelőre tendencia szintjén azt kell mondanunk, hogy igen, a pénzbeszél alapon őket elsősorban a gazdasági érdekeik motiválják. Nem ez van egyébként ennek az egésznek a hátterében már lassanként, hogy valahogy hozzászoktunk ahhoz, hogy van egy virtuális világ körülöttünk. Ugye olyan, mintha a valóságot ezek az emberek, akik ilyen rendelkezéseket hoznak, vagy ilyen állásfoglalásokat, nyilatkozat tesznek, mint a valóságot már nem ismernék, mint nem is érdekelni őket már a valóság. Nem az van, hogy hozzászoktunk egyszerűen a virtualitáshoz? Tehát, hogy már science fiction virtuális elképzeléseink vannak, virtuális játékok, és így tovább, és valóban már mindent elképzelhetőnek tartunk? A valóságban már nem érdekel bennünket? Vagy őket nem érdekli? Ebben a fajta úgynevezett technikai fejlődésben... Igen, szóval nincs a technika mögött. Ez ugye a matéria, az anyag, de hogyha... Tehát ebben nincs benne az embert összetévő másik két szegmens, a matéria, tehát test, lélek, szellem, ez az én fix idám. És bár elmegyünk ezekbe a virtuális világokba, érdekes módon ez egy visszafejlődést eredményez, fizikailag is, lelkileg is és szellemileg is. Tehát pont a nagy vívmányok, amik most úgy hiszük, hogy nagyon könnyű nekünk, nagyon jó, hogy ezek vannak, valóban a valóságtól vonnak el bennünket. És ebben van a médiának is jelentős szerepe, amíg arra neveljük a következő generációkat, hogy a játékok előtt úgymond nemesítsék magukat, és nem tudja a gyerek, hogy kint a kertben mit csinál egy csiga, meg hogy énekel a kismadár, és erről csak más emberek által elképzelt képeket lát. Minden kutatás azt bizonyítja, hogy óriási mértékben fejlődik vissza a fantázia, a probléma megoldási képesség például. Pont amikor azt mondják, hogy de ezzel a készségeket fejlesztjük. Nem. Ami a realitástól elszakad, az készségeket nem fejlődik. Múltkor kezembe akadt egy Flynn és Share nevű szerzőpárosnak, új-zélandiak, a szerzőpárosnak a műve, statisztikai alapon nézték meg Európa fejlett, tehát iparilag fejlett nemzeteinek az IQ-ját. És azt találták, hogy a fiatalok közül még nemrég, 50 éve, ha nemrég, 20% tudott megoldani bizonyos feladatokat, most 6% tudja ugyanazt a szintet hozni, éppen azért, erről mert túl beszélek. Hamar ráengedték ezt. Ez nagyon érdekes folyamat. De bocsánat, az beszédes, hogy a nagy tech guruk a saját gyerekeiket
nem engedik hozzáférni az általuk fejlesztett eszközökhöz. Bár csak olyan világban élnénk, mint amilyeneket a nagy science fiction írók megálmodtak, mert ott még az ember uralni tudta a technológiát, meg a technikát. Ma már ezeket a android cenzorokat, amik ugye akár egy kommentet bármiféle emberi revízió nélkül törölnek, vagy olyan tartalmakat. Például az önmódanát. Például ugye rendszeresen, igen, én ezeket akár 4 évre visszamenőleg töröltetnek. Ez felfoghatatlan volt még a legnagyobb science fiction íróknak is, hogy idáig eljuthatunk. Tehát a legfontosabb talán az a technológiai ellenforradalom lenne, amivel visszatérhetünk odáig, hogy újra kezünkbe vegyük azt az irányítást, amit most már ez a meta teljesen át fog venni, mert ez meg egyébként a mesterséges intelligenciának egy borzasztó sötét előképe. Na hát ez meg egy következő műsor, de most zárásként mindenképpen akarom megkérdezni a tapasztalatairól. Mert hogy ezek szerint nyugat-európai egyetemekre járt, francia, német, angol egyetemekre? Igen. És hogy mondjam, a szellemi közeget hogy élte meg? Nehezen. Ezt azért kérdezem, mert amikor az én lányom el akart menni nemzetközi tanulmányok szakra, nemzetközi jogi tanulmányokat folytatni, akkor mondták neki, hogy igen, mindenhol liberális professzorokat talál, van amelyik jó fej. Tehát kihívásokkal teli, én úgy gondolom, legalábbis most a 21. században kint tanulni Nyugat-Európában, vagy ilyen beállítottságú nyugati országokban, pontosan azért, mert ugyanaz folyik, amit itt más dimenziókban beszéltünk át. Valahol meg akarják mondani, hogy mit és hogyan gondoljunk, és semmilyen fajta ellenérvet, vagy ellen gondolatot nem nagyon tűrnek meg, hogy így fog. Nekem egészen pontosan majdnem a diplomámba került az, hogy én nem azt akartam gondolni, és megfogalmazni meg végképpen sem, amit tőlem mondjuk egyes professzorok elvártak. Na, hát akkor éljen a szabad világ, azt minden esetre elmondhatjuk itt magunkban. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek hozzánk ma este. Mi is köszönjük. Kedves nézőink, önök az Ez itt a kérdés látták műsorunkat visszanézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on is. Az Ez itt a kérdés következő adásában arról beszélgetünk, hogy csoda országgá változtatná Németországot az új szociálliberális zöld kormánykoalíció. Csökkentenék a választójogi korhatár 16 évre, legalizálnák a kannabiszt és megkönnyítenék a külföldiek állampolgársághoz jutását. Kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra.